Az elmúlt 12 évben az Orbán kormány szó szerint leépítette, szétverte a magyar állami egészségügyi ellátórendszert. Azt látjuk, hogy az ember egy életen át fizeti a TB-t, de ha bemegy egy állami kórházba, akkor várólisták fogadják. Aki nem akar várakozni, mert szeretne túlélni, annak ott a magánegészségügy, amit viszont nagyon sokan már nem tudnak megfizetni. Ennek az az eredménye, hogy jelenleg évente 30 ezer honfitársunk azért hal meg, mert nem jut hozzá időben a megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Pénzt vagy életet. Nagyjából így foglalható össze az Orbán kormány elmúlt 12 éves egészségügyi programja. Ezzel szemben az egységes ellenzék eltökélt a tekintetben, hogy visszaadjuk a magyar embereknek az állami egészségügyet. Eltökéltek vagyunk abban, hogy visszaadjuk azt az évi 600 milliárd forintot, amit az Orbán rendszer elvon a kórházainktól. Eltökéltek vagyunk abban, hogy fejlesszük az egészségügyi dolgozóknak a bérét, és megszüntessük a szolgálati jogviszont, ami még csak pénzbe sem kerül. És eltökéltek vagyunk a tekintetben is, hogy száműzni kell az állami egészségügyi ellátó rendszerből a bizniszt. Azt a bizniszt, amely áthatja például a Fidesz járványkezelését, hiszen látjuk, hogy ez a kormány képes volt Szenegálhoz képest dupla áron vásárolni kínai vakcinát, aminek a hatékonysága finoman szóval is megkérdőjelezhető. Mégis azt mondja a kormány Orbán Viktor, hogy május 1-től az kap védettségi igazolványt, aki 3 oltást is felvesz. De nem kap védettségi igazolványt az, aki mondjuk átesve a betegségen védettséget szerzett ingyen közpénz felhasználása nélkül. Innentől kezdve a védettségi igazolvány az nem szól másról, mint a kötelező oltás bevezetésének az előkészítéséről, magyarán az oltás biznisz felpörgetéséről. Egy valamiről egészen biztosan nem fog szólni a védettségi igazolvány, a védettségről. Éppen ezért a Jobbik elutasítja a védettségi igazolványon alapuló hátrányos megkülönböztetését a magyar embereknek. Azt gondoljuk, hogy el kell most már kezdeni felnőttként kezelni a magyar társadalmat. Mindenki el tudja dönteni felnőtt emberként, hogy felveszi az oltást, vagy nem veszi fel, felveszi a maszkot, vagy nem veszi fel, elmegy egy rendezvényre, vagy nem megy el egy rendezvényre. Szabad országot akarunk, ahol a kormány nem kötelezi a polgárokat, hanem gondoskodik a polgárokról, tudomásul veszi a polgárok felelősségteljesen meghozott döntését. Ezen alapulva elutasítjuk a kötelező oltást, és elutasítjuk a védettségi igazolvány alapján történő hátrányos megkülönböztetést.